Hát itt már nehéz megmondani, hogy mi volt a forgalmi iroda és mi volt a váróterem, de látjátok, hát itt volt a fedél, ami leszakadt. Egy az egybe. Igen, mondjuk azt is megértem, hogy ezt lezárták teljesen, meg körbe keríteni, mert ez már, és itt volt a lépcső. Aha. De már ocsa lehet fölvenni. Hát igen, itt nem sok maradt. Hát igen, ez gyakorlatilag az életveszélyes. Itt is nagyon el van gyengülve a födém. És ez is a födém egy darabja, amit itt láttunk, tehát ez egy többszintes épület volt. Padlástér is. És itt megvan a lépcső. Szerintem még ez maradt meg a legjobb állapotban. Igen, még a lépcső tartja magát a legjobban. Nincs csak fel. Ez amúgy lehet, hogy egy külön videó lesz így egy... Inkább ez egy útbeszedős dolog. Igen, és ez egy 150 éves lépcsősor. Felújítva se volt már, szerintem legalább annyi ideje. Aha, kilátása. Igen. Itt az emeleten voltak a szolgálati lakások. Hú, ez meg egy... Ja, a WC-nek a helye. Nyilván nem pottyantós WC volt, tehát nem, az, nem a szalunk ez egymás fejére. Hát igen, és... Itt jön a padás része. Na jó, hát én nem vagyok Útbex Gyula, úgyhogy... Itt... Az meg a padlástél, hát... Felmerjek én ezen menni? Szélére lépni, mert hogyha törik, akkor az középen fog. Na jó, hát... Lassan. Hát ez para. Nem megyek ki a padlásra, csak bedugom a kamerát. Bár itt valószínűleg nem lesz semmi, de... ahol ugye megkezdte a tetőt a szél, de azt is látjátok, hogy födém darab, még semmi, tehát meg ott már a téglák is potyognak. Úgyhogy ennyi, megyünk vissza. Ez, nem megyek ki, mert aztán ez a födém annyira el van gyengülve, hogy szerintem már nem fog kibírni, de gyertek itt megyünk lefele. Ez ennyi, jó. Aztán tényleg, igen, ott villanyvezeték volt, amit ezzel ugye kiszaggattak a falból, de itt kell nagyon vigyázni. És tehát, na és akkor most nyomatékosan mondom mindenkinek még egyszer, hogy ne gyertek ide föl, meg ne gyertek ide be az épületbe. Tehát saját felelőse, tehát én elmondtam, tehát ne utánozzon ebbe senki. Mert az, hogy én itt hülye vagyok, és összetölöm magam esetleg, hogyha itt leszakad velem az egész lépcső, az oké, az én vagyok, akkor fasz voltam, hogy bejöttem, és megérdemlem, de ti ne csináljátok. Egy ez a födém is bármikor leszakadhat. Hát, most ne én legyek ma azért a felelős, hogyha valaki ide bejön, aztán a fejére esik.